Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Kezd fölébredni a Warframe közösség, hölgyeim és uraim. Nem csak a magyarról beszélek, hanem úgy általánosan a nagyvilágban lévő Warframe közösség. Emlékeztek, csináltam volt, mondjuk egy jó pár videót csináltam volt, de a legutóbbira talán emlékeztek, amikor beszéltem, van egy olyan Warframe-es srác, ez a neve, hogy Life of Rio, és úgy csinált egy videót arról, hogy mennyire sekélyes a Warframe mostanában, és hogy mennyire hiányzik az újra játszhatósága a Warframe-ből, és ugye erről én is beszéltem már nem egy videóban. Továbbá még maguk a készítők is ugye küldtek volt ilyen posztereket, láttátok, aki látta a livestreamen ezeket a posztereket. Na most ezeken a posztereken volt egyiken volt egy felirat, hogy túlöltem a 2018-as sekély contentet, és ja, hát remélhetőleg, hogy 2019 ugye jobb lesz ebből a szempontból. Még maga Steve és Rebecca is kiálltak a nagy közönség elé, és azt mondták, hogy hát igen, srácok, ez van, bocsánat, kérünk. Na most ennek már van talán egy hónapja kettő, hogy én is megcsináltam ezt a videót. Azóta azt hiszem, egy páran észrevettétek, hogy egy kicsit megcsappant a Warframe tartalom a csatornámon, úgyhogy ha Warframe-et szeretnétek látni, fogok időről időre csinálni Warframe-et, de ha Warframe-et szeretnétek látni, akkor írjátok le a komment szekcióban, mi az a téma, amit feldolgozzak. Vegyétek figyelembe azt, hogy rohadt sok témát dolgoztam föl 5 év alatt a Warframe-ben, úgyhogy megeshet, hogy valami olyasmit kértek, amiről már van szó, de ha van valami ilyesmi, akkor nagyon szívesen megcsinálom. Miért mondom ezt? Mert én magam is, hogy már ilyen régóta játszok a játékkal, és annak ellenére, hogy bejött Cetus, annak ellenére, hogy bejött Fortuna, nagyon-nagyon nehezen találom meg a helyem a játékban. Több ezer órányi farmoláson vagyok keresztül, és amikor ennyi órán farmoláson keresztül túl vagy, már így kezded érezni azt, hogy a játék nem az, aminek megismerted az elején. Mindegy, minden esetre elindult, most egy ilyen hullám elindul, szóval Life of Rio-t igazából nem nagyon támogatta senki. A nagyobb youtuberek közül, a külföldiek közül nem támogatta senki, mindenki csinálta a saját dolgát, és ezt el is mondja egy mostani ilyen videójában, de most, hogy itt tartunk, most, hogy Vénusz megmutatta a foga fehérjét, és mindjárt rátérek Vénuszra is, megmutatta a foga fehérjét, így van egy érzésem, hogy így most már a többi YouTube-os is kezd előbújni a kis vacakból, és beszélni arról, hogy a Warframe milyen sekélet tartalom ügyileg. De persze azért vannak ellenlovasok, és vannak, akik azt mondják, hogy miért volt 2018-ban, miért van az, hogy nem volt content, de hát tele volt contenttel, kaptunk Sephiroth-t, kaptunk Chimerát, kaptunk Revenantot, kaptunk Korát, kaptunk, számoljuk oda Barukot, kaptuk Cetust, kaptunk Eidolonkat, minden lószart kaptunk. Igen, ezeket mind megkaptuk. És mennyi idő volt, de úgy őszintén válaszoljátok meg, mennyi idő volt, amíg ezeket kimaxoltátok és ráuntatok? Volt motivációtok arra, hogy elmenjetek, és csak az árkénekért végig nyomjátok az összes árkénél, csak hogy meglejenek az árkének, leüljétek az Eidolonokat. Volt rá motivációtok? Amikor tiszta sor, hogy a mai Warframe-ben árkének nélkül is tökéletesen boldogulsz. Annó voltak az árkén helmetek, bim, kivették, érdekes, nem omlott össze a Warframe. Na, akkor behozták a rédekkel az árkéneket. A rédeknek legalább volt egy kis újrajátszhatósági faktora még annak ellenére is, hogy überbagosak voltak. De élveztük. 80 vágtunk neki, jó szórakozás volt, nem egy videót raktam ki erről, talán live voltunk is erről, nagyon jól éreztük klán szinten magunkat. Amióta nincsenek rédek, annyira nem. Melyik jelen pillanatban a Warframe-ben a legjobb játék? Szerintem a Survivor. Még mindig. És habár még ennek ellenére is, nincs okom elmenni tovább, mint 20 perc egy Survivorben. Hogyha nagyon akarom magamat tolni, akkor oké, de nincs okom igazából elmenni addig. Minden, ami ugye 2018-ban megjelent, az
az éppen csak egy olyan volt, hogy na toljunk ki nekik valami kontentet, mert az a cég elvünk, hogy 3 havonta valamit kinyomunk, és most már fél évente valamit kinyomunk. Ugye minden Warfare-eket 3 havonta hoznak, plusz a Prime Warfare-ek, plusz a fegyverek, amit hoznak, és olyan érzésem volt 2018-ban, hogy nekik mintha kötelező lenne kihozni valami tartalmat. Meg is tették, köszönjük szépen, de nincs a tartalomban tartalom. Ha értitek, mire gondolok. Ember, 6 Eidolont levadásznak szólóba egy éjszaka alatt. Bitch, please. Beszélgessünk egy kicsit Fortunáról. Lehet, hogy most ez a videó nektek annyira nem fog tetszeni, mert hogy lehúzom a kedvenc játékunkat. Nem húzom le igazából, én is arra vágyom, hogy kicsit több legyen belőle. Na mindegy. Beszélgessünk egy kicsit Fortunáról, ugye? Úgy gondolom, hogy ez a open world irányzat, amit csinálnak a Warframe-mel, ez nagyon jót tesz a játéknak, teljes mértékben. Azt hiszem, nagyon-nagyon régóta vártunk rá, mint Warframe játékosok, hogy ezek így legyenek. De az, hogy kiadunk egy nagy területet, az nem teszi a játékot jobbá. Az, hogy folyamatosan ugyanazt és ugyanazt a küldetést kell ismételnünk, semmiféle kihívás nélkül, illetve valódi jutalom nélkül, az nem tesz jót ennek a játéknak. Szóval nem volt elég az, hogy megszüntették a tower kulcsokat, ahol aztán tényleg adrenalin szinten kaptad a jutalmakat, és mekkora jó volt, amikor elmentél 2 óráig, és akkor kaptad ki végül azt az adott jutalmat. Ezt megszüntették, ugye? Minek? És most Fortunán is mi van? Van egy két szindikátus, mondjuk úgy, ugye? A Solaris és a Vox Solaris. És azokat kell kifarmolni. Miért? Miért tenném ezt? Hú, olyan déjà vu érzésem van most. Mintha erről már beszéltem volna egyszer. Miért mennék el a maximum szintig, ha bár már elmentem, a Solaris United van a maximum szintig. Miért mennék el addig? Miért akarjam kivenni az összes kitgánt? Mi különbség van egy és másik kitgán között, azon kívül az egyik nagyobbat lő, mint a másik? Morpetek? Most tényleg üljek magamnak, és miközben megyünk fel a liften, nézegessem, hogy utánam guggolgat a moped. Miért akarjam megszerezni az összes moapetet? Milyen kihívás van abban, ha megszerzem az összes moapetet? Na most, végre behozták a nagy pókot. Le a kalappal, srácok, én azt mondom, hogy a nagy pók az kurva jó harc. Élvezem a harcot, tényleg élvezem a harcot. De az, hogy ennyiszer kell megölnem azt a tetves nagy pókot, hogy kifarmoljak, megint csak kifarmoljak valami cuccot, ami nem változtat semmit a játékomon, a játékon semmit nem változtat. Nem változtat semmit, hogyha Grattlerrel ölöm le azt a szart, vagy Fluxszal ölöm le azt a szart. Nem változtat semmit azon, hogy 5 perc alatt ölöm le azt a szart, vagy 10 perc alatt ölöm le azt a szart, akkor semmit, bárcsak 2 óra alatt tudnám, jó, nem 2, de bárcsak 1 órás küzdelem lenne a pókot leölni, mindegy, hogy milyen fegyverrel mész neki. Bárcsak 1 órás küzdelem lenne, akkor tényleg lenne benne kívás. Az emberek első nap felfedezték, hogy kell leszólózni, mert van egy kroma. Szóval ebből a szempontból mindegy, hogy mivel ölöd le azt a tetves pókot. És az, hogy 500-szor rá kell menj, hogy kihúzd maximumra a Vox Solaris, hogy utána megkapjál belőle egy ampot, amivel ketté töröd konkrétan cetuson az Eidolont, hát ez nem feltétlenül tesz jót a játéknak. Szóval, ja. Az egyetlen igazi izgalom mondjuk a pókharcba, azon kívül élvezetes valahol a harc maga, de amikor bejön egy kicsit az adrenalin, az az, amikor mondjuk gyengébb master rankú játékosokkal vagyok, gyengébb játékosokkal nincsenek agyonmodolva, és feljön a timer, tehát az időzítő feljön a pókra, hogy ennyi időtök van megölni, és mondjuk leöljük épp az utolsó pillanatban. Szóval így, hol marad a kihívás? Ez a végső kérdésem, és ezt sajnálom Fortunában, hogy egy nagy területet kaptunk. Cetust elnéztük, az első
kísérlet, csináljátok, legyen jó a következő, de ez nem új játékmódok kellenek, hanem a játékmódokat telerakni kihívásokkal. Nem új boss kell, hanem a régit feltüzelni egy kicsit. Tegyük fel, mi lenne, ha Captain Ward 20 perces küzdelem árán tudnád leküzdeni, mert különböző feladatokat kellene teljesíteni, miközben küzdesz vele ahhoz, hogy megnyíljon az a gyenge pont, és mondjuk úgy tud legyőzni, és a végén nem csak egy meg helmetet kapnál, hanem kapnál mondjuk valami Prime alkatrészt, vagy kapnál valami bármi más jutalmat. Hát a Steve most kiírta a Twitterre, hogy kedves közösség, mi az, amit szeretnétek, hogy az orb, vagyis a nagy pók, az dobjon? Mert ők is érzik és tudják, hogy nincs benne igazi nagy jutalom, azon kívül, hogy olyan cuccokat dob, amit a formulásodhoz kell, és ahhoz, hogy kiszintezd a Vox Solaris-t. Mi legyen az a cucc, amit dobhat? Tehát tőlünk kérnek segítséget abban, hogy milyen jutalmat dobjon az a nagy pók. És igen, úgy érzem, hogy 2018, sőt, 17-18-ban a Warframe az itt vérzett el. A jutalomfaktorban mi gamerek azért játszunk, hogy egy jutalomfaktort is érezzünk a végén a játékunknak. A kihívást érezzük, és a végén azért a kihívásért egyeni értékű jutalmat kapjunk. És ez 2017-18-ban vagyis hát talán amióta a Tower kulcsokat megszüntették, azóta ez úgy kicsit hiányzik a Warframe-ből, nekem legalábbis. Biztos vagyok benne, hogy sokan, akik nem régiben kezdték a Warframe-et, azok másképp látják ezt az egészet. Remélhetőleg egy adott ponton mindenki elér arra szintre, hogy ezt észrevegy, és reméljük, hogy a Digital Extreme-nek nyújtott ötletek a közösség által értelmesek, és nem valami hülyén kitalált újabbnál újabb játékmódok, amiket amúgy se játszik senki. A legtöbb ember mit játszik? Eidolont, Survivort, orba szájba, és ja, kész. Igen, tehát ennyi. Srácok, ez lett volna ez a videó. Hát, iratkozzatok föl, nem mondom, hogy dobjatok egy lájkot. Ha egyetértetek velem, akkor dobjatok egy lájkot. Iratkozzatok föl, csengőjelecskére nyomjatok rá, Discord szerverünk a videó leírásában megtaláltok, bárki csatlakozhat nyugodtan, a klánba is lehet csatlakozni nyugodtan. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! Másképp